végig gyártod az egészet? Na, két órányi, de másfél. Két másfél van. Azt a néhány embert, aki segített találkozónk megszervezésében. Először is Cenci Pista bácsi Kecskemétről. Ő volt a felelős a szállodai elhelyezéseknek. Nem volt könnyű dolga, többször is át kellett rendezni az egészet, de reméljük, hogy mindenkinek megfelel a szállás. Következő Iván Csikó Kisolyról. Mindig volt a felelős a háttérmunkának, valamint a folyékony javak beszerzésének. Itt hátul mögöttem Vejsz Attila barátom felel a technikai dolgokért, mint már évek óta a közös munkáink során folyamatosan. Végül, de nem utolsó sorban Villany Bandit kérem, hogy álljon föl. Bandit Kaposváról segített a munkánkat, a kép, illetve a hanganyag, illetve a filmeknek az összeállításában. Köszönöm foglalatokat! A legnagyobb segítség természetesen kedvesemet Verát illeti. A szervezés 11 hónapja alatt, hol kisebb, hol nagyobb türelemmel viselte a megpróbáltatást, létet is belátta. Belátta, hogy nekem a legapróbb részlet is fontos volt. Köszönöm, kicsim. Ma este folyamán még egy fiatal csinos hölgy segíti a munkámat, itt áll mellettem Simon Csilla Taszáról. Csilla erejében is repülőműszaki vért csörgedesz, hisz édesapja 25 éven át szolgálta a magyar légierőt, valamint tagja volt a Sky-100 kötelék műszaki csapatának. Egyébként a Sky-100-on ma este még ejtünk szót. Csilla jelenleg katonai főiskolai hallgató, és át is adám neki a szót.
Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek. Nagyon kellemes látvány így szétnézni, hogy ennyien itt vagytok. És kívánjuk, hogy ma délután és este érezzétek jól magatokat, és jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Pár pillanatot most megvárnánk, jó, míg mindenki megkapja a pezsgőjét. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Jó szórakozást mindenkinek. Egészséget! Az első repülős baráti találkozónak. Remek volt a hangulat, és most szétnézve a teremben, hál' Istennek sok olyan arcot látok, aki ott volt akkor is. Remélem, hogy holnap vagy aki, amikor elutazik haza, azt fogjátok mondani, megértem utazni Balatonkeresére is. Amikor letisztult a kép, hogy mit is szeretnénk nyújtani, segítőket kerestünk és találtunk. A megszűnt és még aktív ezredektől is többen azonnal felajánlották segítségüket, így 2008. október 10-én elkezdődhetett a szervezés. Hála és köszönet nekik ezért. Készpénzben 430 000 forintot kaptunk szponzoraiktól, ajándéktárgyaink értéke körülbelül 400 000 forint. Azt hiszem, a mai helyzetben ez több, mint nagyszerű. Ki kell emelnünk a Keceli Pintérműveket, a Szentkirályi Ásványvíz Kft-t, a Honvéd Szakszervezetet, Koncsik Istvánt, a Jetfly internetes repülős weboldal tulajdonosát, Halász Zoltán kecskeméti hangtechnikust és Csillag Lászlót, aki egykoron Pápán szolgált, mint EMU-s sorszerelő. Ők jelentős anyagi támogatást nyújtottak nekünk. Nélkülük nehezen jöhetett volna létre a találkozónk ilyen színvonalon. Ma este valami olyat szeretnénk nyújtani, amilyen még nem volt a légierő történetében. Egyszerre megemlékezni a valaha sok-sok embernek biztos munkát adó, de azóta elfelejtett ezredekről. Börgönd, Pápa, Tököl, Szentkirály Szabadja, Taszár. Öt olyan település, ahol azóta is emberek ezrei emlegetik a dicső múltat. Öt olyan település, ahol azóta is szép emlékekkel gondolnak vissza a zajos évekre.